Karacs Dániel megvalósította gyermekkori álmát. Futszálcsapatunk csupa szív, de a pályán mindig kőkemény centere, alacsonyabb osztályokban nagypályás védőként kezdte karrierjét, majd a Fradiban futszálozott, mellette pedig Monoron játszott nagypályán. Most profi szerződést kapott, így a következő idénytől már a nagypályás NB1-be visszatérő MTK játékosa lesz. Mikor 7 éve elkezdtem futszálozni, akkor egy barátom szólt, hogy annak erre belső védő vagyok, egész jó passzolok, jól teszem a labdát. Ennek az lett a vége, hogy behívtak a válogatottba futszálozni, és ott kitalálta a válogatott edző, hogy én center legyek. És ez mindenkinek furcsa volt, végül nagyon bejött, iszonyat sokat tanultam a futszálban, úgyhogy nagyon nagy pályára nagyon jó hatással volt. Nem elrugdostam a labdát belső védőként, hanem már próbáltam ott is játszani. Ott is egyre följebb léptem ezáltal, és az lett a vége, hogy NB3-ma Monorral megnyertük veretlenül a bajnokságot, erre sokan felfigyeltek. MTK-val játszottunk egy edzőmeccset, és ott nem játszottam rosszul egyáltalán, és megkérdezték, hogy ki vagyok. És ezt a Monori elnök, bocsánat, sportigazgató, elkapta ezt a hírt, aki az MTK-nál ügyvéd, és adta alájuk a lovat, hogy nézzenek meg még egyszer, nézzenek meg, mert tényleg jó játékos vagyok, hogy nem csak egyszeri alkalom volt, és akkor kijártok pár meccsemre. Aztán egy 3-4 meccs után behívtak, és azt mondták, hogy leginkább azért hívtak most be, hogy elhiggyem, hogy nem csak a levegőbe beszélnek, hogy tényleg figyelnek, hogy tegyem oda magam. Aztán egy 3-4 meccsig megint kijártak, megint megnéztek, és tényleg jól ment az az időszak teljesen, és akkor már szerződést is tesznek elém. Az egykora gyáli amatőr csapatból induló kisrác ezzel elérte azt, ami keveseknek sikerül, és eloszlatta azt a tévhitet is, hogy a futszálból egyáltalán nincs átmenet a nagypályás profi világ felé. Nagyon akartam elhinni, mert ugye 11 évesen kezdtem el focizni, az alapból késő. És ugye az egész életemben nem hallottam mást, hogy nem nagyon fog nekem ez sikerülni, mert egy gyálból indultam, megye kettőből. De az tény, hogy a futszál nagyon benne van, hogy ez nekem sikerült, meg ugye a Monor is, hogy ezt az egészet évet így elértük. De valószínűleg az is benne van, hogy visszaadnak majd egy évre MB2-ben, mert hogy két szintet nehéz lépni, de a szerződésem úgy, hogy az MTK-nál lesz, és ez is iszonyat nagy szó, ha ezt nekem mondják egy évvel ezelőtt, akkor aláírtam volna. Ez tényleg nagyon nagy szó, álomszerű. Igaz, a profi nagypályás szerződés azzal is jár, hogy a futszálnak nagyon sokat köszönhető játékosnak le kell mondania eddigi fősportágáról. Ezen a szinten ugyanis már túl soknak bizonyul a kettős terhelés. Dani azonban fel volt készülve erre az áldozatra. Hát igen, mert ugye egy idő után engem elkezdtek folyamatosan behívni a válogatottba, a felnőtt válogatottba is, ott 15-szörös válogatott, nem tudom pontosan, és ott egy idő után megkérdezték tőlem, hogy melyik a fontosabb, a nagypálya vagy a futszáma, kettőt együtt úgy ilyen komoly szinten nem lehet csinálni, és mondtam, én még mindig bíztam benne, hogy a nagypálya, mert még mindig elhittem, hogy NB3-ban mindig van esélye, vannak erre, hogy 23 éves kor már idős, és akkor mondták, hogy sajnos akkor nem fognak behívni a felnőtt válogatottban, mert hogy ott rengeteg ugye variáció van, és hogy sokat felejtek, hogyha nem rendszeresen járok, mert a futszáron nekem heti 4 edzésem volt, ugye nagypályán meg 5, és az a kettő együtt nekem rengeteg volt, így néha sokat itt ki kellett hagynom, és ezt nem tehettem meg válogatott szinten. Ennek ellenére nehéz szívvel búcsúzik a Ferencvárostól, hiszen szinte mindent a futszál csapatnak köszönhet. Hát ugye amikor elkezdtem futszálozni, akkor én még csak U19-es voltam, és ott nekem volt egy kis zavar, és akkor a FCC futszálvezetősége segített nekem nagypályán csapatot keresni, és ezáltal indult el nekem a karrierem. Persze a futszál csapat is sokat köszönhet Daninak, ehhez mérten méltó módon búcsúztatták utolsó mérkőzése a Bőny elleni helyosztó első összecsapása előtt. Mi pedig mi mást is kívánhatnánk Daninak, mint hogy élje meg álmát és érjen el minél nagyobb sikereket profi nagypályás játékosként is. Manu Miltiádis 90 éve tervezte labdarúgó csapatunk ikonikus jelvényét, a Fradisas tábrázoló képet. Látogass el június 23-án a Múzeumok éjszakáján a Fradi Múzeumba, ahol változatos programokkal és különleges Fradisas relikviákkal készülünk. Vedd meg most karszalagodat!